Azt mondják nagyon sokan, hogy a zene az már a méhen belül is hatással van a babára, és egészen biztos, hogy amikor már kint van a pocakunkból, akkor meg aztán igazán nagyon szereti. Nagyon sok anyuka tapasztalja, hogy a zene megnyugtatja a babáját, sőt, a közös éneklés és a zene egy egészen különleges köteléket hoz létre a mama és a baba között. A hajnali haramszónak gilingalangója. Kerek a világ. Nem is lehet kerekebb, ha gyermeket ringatunk, cirógatunk, dögönyözünk, vallja Jékovács Judit drámapedagógus. Foglalkozásán az ölveli játékok segítik, hogy az élet első éveiben a kisgyerekek érzelmi biztonsága, testtudata kialakuljon, hallásuk, mozgásuk fejlődjön. Imáron a harmadik babával járunk erre a foglalkozásra, főként azért, mert a gyerekek is nagyon szeretik, nagyon tetszik neki. Amikor majd a gyerekek közösségbe kerülnek, akkor az itt megtanult mondókák ott visszaköszönnek. Ó, bella Dora, induljunk már magóra! Az élet apró dolgait megkönnyítik, tehát akár az esti lefektetésnél, akár ha szomorú, nyűgös a gyerek, tehát egy játékkal mindig jó kedvre lehet deríteni, egy ilyen kis mondókás játékkal. És ez a különböző korszakokban, tehát egy csecsemőnél is, ugye, hogy ne sírjon, de egy dacos 2 évesnél is, vagy 3 évesnél is, ugye azért nagyon nagy könnyedséget ad, de egy 5 évesnél is, aki már esetleg a kisöccsét kezdi el megnyugtatgatni, illetőleg felvidítani. Gyitte, paci, gyitte, ló! Milyen helyzetekben szoktál neki otthon énekelni, vagy mondókázni? Hát mindig. Ha éppen nem vagyok vele, akkor azért, hogy hallja a hangomat. Ha másik szobában vagyok, akkor azért. Ha vele vagyok, akkor meg játék közben. Vagy igazából azokat a nótákat egy az egybe, ahogy itt tanuljuk, hogy az ölembe veszem. Ha nyugtalan, de jó kedve van akkor is, tehát nem csak ilyen nyugtatónak, hanem hogy elüssük az időt. Hinta, palinta, egy kráncárért paprika. Szerintem elég fontos az, hogy minél többet énekeljünk a kisgyerekek körében, vagy környezetében. Otthon is sokat próbálunk mondókázni, és itt meg nagyon sok új dalocskát tanultunk, úgyhogy ez mindenképpen jó, az otthoni játékot elősegíti. Csika, csika, váradra, hadd üljek a hátadra! Az elsőnél még inkább zenét hallgattam, tehát nem énekelgettem, de ahogy a második és a harmadik volt a pocakban, nekik már ugye igen, mert a nagyobbnak ugye énekeltem, és akkor ugye ez ugye kettős hatással volt, mert a magzat is hallgatta. Hiszek benne, hogy ugye a gyerekek onnantól kezdve megfogantak, mindent értenek és hallanak, és később is, hogyha nyugtalanok vagy szomorúak, akkor meg lehet őket nyugtatni. Meg hát az énekek elkísérnek minket egész életünkön. Rendes Kriszta klinikai szakpszichológus és Jékovács Judit, a kerekítő program vezetője, a vendégeink, szeretettel köszöntelek benneteket. Azt mondták a családi napköziben, ahol a kisfiam jár, hogy azzal lehet a gyereket megnyugtatni, rájöttek gyorsan, hogy énekelnek neki. Ez minden gyerekre jellemző, vagy ez azért van, mert én egész pici korától kezdve mindig énekeltem neki? Szerintem minden gyermekre jellemző, és a Campbell-féle 5 szeretett nyelv közül igazából én azt mondom, hogy az ének és a mondókázásnak a szeretett nyelve az, ami a legkisebb korban, már pár hónapos kortól, meg már a kezdetén is meghatározó. Nem nagyon ismerek olyan gyermeket. Na most van olyan, aki mondjuk azt az altatódalt nem szereti, vagy egy szomorkás dallamot esetleg, azt mondja, hogy ne anya, ne, de mindig van olyan területe a mondókázásnak és az éneklésnek, ami mindenkire hat szerintem. Tehát én megmerném kockáztatni, hogy ebben nem nagyon van kivétel. Én meg nagyon merészen azt mondom, hogy is, mert hogy egyetértve az előttem szólóval, hogy valószínűleg az felerősíti a megnyugtató jellegét, hogyha már egész kicsikortól, vagy akár már a pocakban adott esetben hallja az éneklést. Egy picit a pocakról, hogy láttam például ilyet, hogy van ilyen kismama öv, ami befelé forduló hangszórókkal rendelkezik, hogy már ilyen korban is, igen, hogy föl lehet készíteni a gyereket. És picit azt gondoltam, hogy oké, persze ez nagyon jó, de hogy nem túlzás ehhez, nem,
nem teszünk esetleg éppen ellenkező hatást, tehát hogy hangos a gyereknek, vagy tényleg ilyen profán dolgokra gondoltam, hogy hát hangos. Vagy nem jobb az, hogyha a mamának a hangját hallja. Vagy nem szereti nem... mondjuk Lisztet vagy Schubertet, és azért mindig is azt sugározza be mondjuk nagy erőkkel a pocin belőre. Hát nekem inkább itt az a kérdés, a nagy kérdés, hogy vajon ezt a nagyon sok természetes lépést és folyamatot hogyan próbáljuk meg ilyen különböző kütyükkel, vagy mesterséges eszközökkel, hát vagy pótolni, vagy kiegészíteni, tehát hogy azért mi azt szoktuk gondolni, hogy az anyaság állapota az egy ilyen módosult állapot, és hogy nyugodtan hagyatkozzanak a nők azokra a saját belső érzésekre és állapotokra, az ösztönökre, akár miért ne. És hogy nagyon sokszor ezt a belső bizonytalanságot próbálják ilyen külső eszközökkel pótolni. Most én azt nyilván nem mondhatom, hogy ez rossz, de hogy valószínűleg mi arra bátorítanánk őket, hogy nyugodtan merjenek az ő saját belső hangjukra hallgatni. Erre kitő pont erről szól, hogy az érzelmi töltet egész más annak, amikor beteszünk egy CD-t, vagy bármit hallgatunk, mint az, hogy mit is játszottak meg, mit is énekelt nekünk az anyukánk, és azt felidézzük, már is egy egészen más érzelmi állapotban van a szülő, amit ugye az első 3 évben szimbiózisban van érzelmi és minden szempontból a baba és a mama. Úgyhogy mindenképp a személyes kapcsolaton keresztül történnek meg ezek a dolgok, hogy az ősbizalom, amivel együtt születünk az első 2 évben, akkor marad meg, hogyha tényleg így önfeledten énekelünk, mondókázunk. Ebben nyilván segítséget nyújtanak ezek a népi gyűjtések és a foglalkozások, ahol ezeket közösen és élőszóban idézzük fel. Mit fejleszt ez, mit épít a gyermekben? A zene, a közös dalolás, a babusgatva éneklés? Az érzelm és a testi fejlődés, és ezen keresztül a test és értelmi fejlődésnek minden területére hat, és pont az benne a nagyszerű, hogy szinte észrevétlen. Tehát azok a kis höcögtetők, csiklandozók, érintkezők, lógázók, amiket több száz éve játszanak az anyukák, a nagyszülők, a nagytestvér, a kistestvérrel, ezek mindenre hatnak, tehát ha így tudományosért is szeretnék mondani, egy prevencióval felér, tehát ha tudunk erről, ha nem. Hát abszolút, és hát önmagában rejti a kapcsolódást magát, és ez meg már önmagában azt gondolom, hogy egy nélkülözhetetlen eleme. Azért azt gondolom, hogy a szimbiózis talán egy kicsit korábban befejeződik, de ettől függetlenül mindenféleképpen fontosnak tartjuk az anya-gyerek kapcsolatban, de bizonyos kutatások szerint akár még az ilyen különböző tanulási zavarokra is jól hathat, mármint ilyen preventív jelleggel. Preventív jelleggel, és később nem lehet ezt pótolni, hogyha ezt most kihagytuk? Csak egy egyszerű példa, hogy az összes ilyen pörgetős, forgatós játék, például az egyensúlyszerve, a főben a kis egyensúlyszerve hat, ami az összes ilyen tanulási készségnek az alapja. És később sokkal nehezebb pótolni. Van, meg van akkor íris terápia, alapozó terápia, de az már sokkal nehezebb, mint hogy természetesen otthon valakinek ebben nem is kell megerősítést, tehát emlékszik meg, öröklődött, meg együtt él a több generációs család, ahol nem, ott pedig mégis a hiánypótlásként jöttek létre ezek a foglalkozások országszerte. Te pörgetsz, höcögtet? Pörgetek, höcögtetek, abszolút. Pörgetek, höcögtetek, lovagoltatok, egyáltalán minden. És az van a kérdés, ugye, hogy a papának mikor érdemes ezt elkezdeni, vagy hogyan, hogy mert most ugye picit beszéltünk a mamákról, hogy énekel, és azt nyilván egy természetes úton hallatszik be oda a kis méhbe. Mélyen egyetértek ez, és tökre örülök, hogy behozta az apáknak a szerepét, mert hogy elképesztően fontos, és nagyon speciális, hogyha most ilyen lélektani szempontból nézem, akkor nyilván az apának lenne az a dolga, hogy azt a bizonyos megtartó fészket biztosítsa ahhoz, hogy az anya el tudjon merülni a saját gyermekével való együttlétben, és aztán majd a későbbiekben az apa lesz az, aki egy kicsit természetes, egészséges módon megpróbálja ezt a bizonyos nagyon együttlevést kicsit szétfeszegetni, ami ugye nyilván a fejlődés érdekében hat. Szétfeszegetni? Hát egy kicsit inkább akkor azt mondanám, hogy lazítani. Tehát, hogy valamelyest a gyereket kifele mozgatni ebből aha, a nagy egységből. Azt szokták mondani, hogy a mama a háttér, a papa pedig az egy ég alakban kicsit előre mutat. Tehát, hogy az, aki ezt a külvilágot. Tehát a mama a belvilág, a papa pedig a külvilág. Igen, de hogy azért az egészséges fejlődés az ugye azt hozza, hogy ebből a nagy egységből valahogy a gyerek azért óhatatlanul elkezd pszichológiailag megszületni, és elkezd kifele mozogni. És az apa az, aki ő egy kicsit így húzza kifele ebből az egységből, de nem egy erőszakolt módon, hanem egy természetes módon nyilvánvalóan. Most már ne sírjál. Hozzátenném azt is, hogy annak is milyen nagy jelentősége van, hogy az anyuka, ugye ő szoptat. De az apuka nem tud szoptatni, de tud rögtön egy kis cirókát játszani, énekelni, igen. Az ilyen egyszerűbb dünnyögő altatókat megtanulni. Úgyhogy szerintem emiatt ez hogy nagyon szoktatni. Megérni az adok apukák is?
Természetesen. Amiatt, hogy általában délelőtt vannak a foglalkozások, kevesen, de járnak. Nagypapák is, nagymamák is. És arról nem beszélve, hogy az apukák valahogy máshogy tudják megfogni a gyereket, igen, és nagyon sokszor megnyugtatólag tudhatni a gyerekre. Sokkal, de egy stabilabb tartást biztosítanak. Igen, óriási szükség van rájuk. Igen. Hát mennyire gyakori probléma, én szoktam hallani barátnőimtől, hogy de hát azért nem szeretek nagyon énekelni, mert borzasztó hangom van. Ez hát... jelenthet gondot ebben? Ezt rögtön azzal kezdeni, hogy minden gyermeknek a saját anyukájának a hangja a legszebb és a legmegnyugtatóbb. Na most, hogyha valaki nagyon-nagyon úgy gondolja, hogy inkább nem, akkor először is a legtöbb öbeli játék kántálható. Az altató dalok közt valami, amit dünnyöghető. És kezdje azokkal a dalokkal, amit vagy emlékszik rá iskoláskorból, tehát a legegyszerűbbekkel, vagy pedig ami pár hangon billeg. És akkor bátorságot szerez, önbizalmat nyer, és a foglalkozások is erre jók, hogy egy bátorítást adunk nekik. És lehet, hogy persze nem bonyolultal kell kezdeni, és lehet, hogy azzal kezdte, és azért ment el a kedve. Milyen egyetértek, hogy a gyerekekben megvan ez a fantasztikus képesség, hogy akit szeretnek, azt egyből szépnek látják, úgy, ahogy van. Jaj, sokáig maradjon meg ez a jó tulajdonságuk. Köszönjük szépen. A tanácsokat, önöktől pedig várjuk a leveleket.